2011. május 14-én a Gyirmót FC hazai pályán fogadja az FC Tatabánya együttesét a NES Hungary MB2 26. fordulójában. A mérkőzés előtt Boros Lukács pályaedzőt és kapusedzőt kérdeztük, hogy mi történt a héttel a csapattal, hogyan készültünk a mérkőzésre. Hát nem készültünk különösebb, de új dolgokra ugyanúgy készültünk, mint az összes többi mérkőzésre. Azt tudjuk, hogy egy nagyon jó képességű, jó játékosunkból álló csapat érkezik ide hozzánk, aki véleményem szerint jobb csapat, mint amit a helyezések mutat. Nem lesz egyszerű mérkőzés, nagyon jó hozzáállás, és mindenkinek a maximumot kell nyújtani ahhoz, hogy a terveinket a három pontot benyújtsuk. Mindenkibe felmerül a kérdés, tavaly kerültünk kellemetlen helyzetbe Tatabányán, ezzel a gyanúsítással kapcsolatban. Hogyan állunk ehhez a dologhoz idén? Ez teljesen más szezon, más bajnokság. Nem foglalkozunk a múlttal, ez egy új mérkőzés, úgyhogy ez nem zavar bennünket, úgyhogy teljesen idegen, hogy ez a elmúlt. Jó. Beszéltél arról, hogy meggyengült a Tatabánya, pénzügyi gondjaik voltak. Hogy tudják mégis felrázni a játékosokat úgy, hogy most nekünk besegítő, hogy a Videotont meg tudták verni hazai pályán, azt lehet mondani, hogy maga biztosan 3-0. Mit gondolsz, hogy mi segíthet abba nekik, hogy itt ellenünk is felrázzák a csapatot? Hát mindenféleképpen van egy szimpatikus edzőjük. Valószínűleg egy törzsikeres tatabányai, tehát biztos vagyok benne, hogy az ő személye garancia arra, hogy összehozza ezt a csapatot. Hogy nem feltartott kézzel jönnek ide hozzánk. Tehát mi akkor 4-0-ra nyertünk Tatabányán, azt lehet mondani, hogy magabiztosan, még ilyen arányban is megérdemelten, ez megismétlődhet. Holnapi napon ez az arányi győzelem? Hát természetesen nem ismétlődhet, ha jó arányban használjuk ki a helyzeteinket, amik biztos, hogy lesznek. De mint mondtam, nem lebecsülendő csapat érkezik hozzánk. Nagyon sok jó játékos van, jó pontrugásaik van. Tehát veszélyes csapat. Ahhoz, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, önmagamat ismétlen tényleg oda kell tenni magunkat. Eltiltottunk nincs. Vejtner Ádám letöltötte az eltiltását. Ő vissza tud kerülni a kezdőbe, vagy marad a Veszprém elleni győztes csapat? Holnap jöntél a Kitrik Jóska, hogy milyen összeállítással lépünk pályára. Hát véleményem szerint valószínűleg játszani fog, mert ilyen képességű csatát húzus ellen is padon kezdeni. Jó, és hogyan állunk a sérültekkel? Van-e valaki, akire nem számítottunk volna? Igazából mindenki rendben van, hála Istennek, úgyhogy ő a választék, nincs ezzel probléma. És végezetül pedig azt kérdezném, hogy mire számítasz szombaton? Hát már elmondtam, tehát feltétlen fontos a háromkon begyűjtése, hogy a céljainkat elérjünk, és amint rövidül a bajnokság, tehát már csak egy meccs lesz vissza, utána már csak három, valószínűleg a riválisunk, a riválisaink is meg fognak törni. Erre számítok, hogy nem fogunk bukni. Köszönjük szépen, Boros Lukácsot hallottuk a Gyirmót TV-ben. Tatabányán a mérkőzés előtt Vejtner Ádámot kérdezzük az esélyekről. Hogyan látod a mérkőzés előtt, mi lehet az esélyünk holnap a Tatabánya ellen? Mindenképpen csak a győzelembe gondolkodhatunk. Nagyon formában van szerintem a Tatabánya, az edzőváltás után szerintem most magukra találtak. Megverték a felcsútot is most legutoljára. Többen azt mondták, hogy nagyon jól is futballoztak, úgyhogy készülünk rájuk. Most az elmúlt héten pihentél, idézőjelve, ugye 5 sárga utáni eltiltásodat töltötted. Milyen volt a játék kívül, hogy nézett ki a csapat? Magabiztosnak tűntünk. Egy
egy jó ellenfélre találkoztunk. Meglepően mondjuk, hogy ez a Veszprém az a kiesés ellen küzd, meg őszintén. De uraltuk végig a mérkőzést. Volt egy-két gólhelyzetünk, az egyiket szerencsés mozgatta behoztuk, és ami nagyon mutatja a csapat erősséget, az pedig az, hogy megint nem kaptunk gólt. Zolnak volt egy hatalmas védése, és utána talán is volt helyzet a Veszprémnek, és az óriási pozitívum, hogy 1-0-ával le tudunk hozni egy mérkőzést, ezt mutatja a csapatnak az elejét, a rutinját. Ilyenkor milyen egyébként kívülről, ugye amikor nem sérülés miatt kell távol maradnod, ilyenkor rúgsz meccs közben, megy a láb, játszanál? Mindig ilyenkor arra gondolok, hogy a legutoljára adta a sárgát, azt dicsér a vállalatban, tehát amikor jogosan felmutatta a sárgalapot, amikor neki vagyok hálás az ilyen meccseken, ilyen amikor kimarad. Jó, legutóbb Tatabányán 4-0-ra nyertünk, két gólpasszt adtál, nagyon jól játszottál. Mire számíthatunk holnap tőled? Vélhetően visszakerülsz a csapatba, ugye, kezdő leszel várhatóan. Gólpassz, mit ígérsz a szurkolóknak? Ott a csapat nagyon játszott szerintem, talán a szezon egyik legjobb meccset, legjobb játékát mutattuk. Tatabányán, igen. Ott akkor élvezett volt játszani, jó pálya is volt ott Tatabányán, meg olyan csapat ellen játszottunk, hogy elég Attila volt akkor a vezetőedző, hogy tehát nem vártak a védekezni, hanem jöttek két álmodni akartak, és ez egy jó meccs is kerekedett ebből az egészből, de hát az nagyon simának tűnt. Szerintem azért ekkora a különbség nincs a két csapat között, tiszteljük a Tatabányát. Én bízom benne, hogy a pályánk javult már, ez adta két hét alatt, hogy tudjuk játszani ezt a sok passzos egyénítős futballt, amit tudunk és ami az erősségünk. Remélem, hogy kell rajta idézőjelbe darálni, tudunk rajta focizni, és hát mindenképpen meg szeretnénk rendeztetni a szurkolóinkat, már ránk fél egynél több gól is, már így van az ideje. Jó, végezetül mire számítasz holnap? Akár eredményben is tippelhet? Nem, most tippelni nem szeretnék, ne kapjunk gólt, az a lényeg. Egyet meg vagy, csak valami furmánnyal tudunk találni. Köszönjük szépen, Vejper Ádámot hallottuk a Gyilmot TV-ben.